Üdvözlök mindenkit, Székely Szilárd vagyok, a Bláti egyik hálózati oktatója, és egy hálózatot fogunk konfigurálni, megépíteni, és közben megpróbálom a működését elmagyarázni. A használt programunk a Cisco által biztosított Packet Tracer, amit a videó leírásában linken elérhettek, hogy hogyan tudjátok ingyenesen letölteni és telepíteni. Jó, kezdjünk is bele. A program bal alsó sarkában találhatóak az eszközök. Például gyárilag itt a számítógépet, ha megfogjuk is a logikai topológiába, ahol éppen vagyunk, kihúzzuk, akkor olyan, mintha vettünk volna egy számítógépet és beüzemeltük volna. Ugyanezt eljátsszuk még hálózati eszközökkel is. Átváltunk az almenük között a routerre, ami egy forgalomirányító, és a későbbiekben majd fogjuk konfigurálni. Őt is a feladatlapunkra kihúzzuk. A következő is egyelőre az utolsó hálózati eszközünk, egy switch, egy elosztó, egy kapcsoló tükörfordításban, és egy alaphálózat egyelőre így néz ki. Őket összekötni nagyon egyszerű, a connections főre a összekötő vezetékek közül kiválasszuk az egyenes kötésű UTP kábelt, vagy a fekete kis szakaszt, és ráklikkelve a PC-re, és a switchre, az adott megfelelő RJ45-ös csatlakozó portra, meg is csináltuk az első eszköz összekötésünket, és belelendülve ebbe a másodikat is. És látjuk, hogy mindenféle színes kis piktogram jelent meg a képünkön, ez pont rendeltetésszerűen, tehát bal oldalt zöld, jobb oldalt narancs, ami egy kis idővel zöldé fog válni, hogyha türelmetlenek vagyunk, bal alsó sarokban az idő előre léptetés gombot használva előbb-utóbb ő is felkapcsolt állapotban lesz. A jobb oldali piros is teljesen normális, mivel a routernek az interfészei biztonsági okokból gyárilag le vannak kapcsolva, és csak akkor kapcsolódnak föl, hogyha egy adminisztrátor azt mondja, és mi mindjárt meg is fogjuk ezt mondani. Ahhoz, hogy kommunikáljanak az eszközök, ebben az esetben a PC fog a routerrel kommunikálni, ahhoz valamilyen azonosítóra lesz szükségünk, ami jelen esetben még hiányzik. Hogy ezt megoldjuk, használni fogunk egy logikai címet, ami belül egy IPv4-es protokollt használó címzési sémát. Ha ráklikkelünk egyszer a PC-re, és az alkalmazásokat szeretném megtalálni, mint például az a böngésző vagy a szövegszerkesztő, akkor a desktop fűre klikkelve, mintha asztalunk lenne, az IP konfigurációs alkalmazást indítjuk el, ahol értelemszerűen az IP cím mezőhöz beírjuk, vagy beírunk egy tetszőleges IPv4-es címet, ami ebben az esetben egy privát IPv4-es cím, a 192.168, és a hálózati része az az első három ponttal elválasztott rész, a maszk miatt tudjuk ezt, és az eszköz része, aminek egyedinek kell lennie egy adott alhálózaton, az meg az utolsó ok, tehát ami most 10. Ami azt jelenti, hogy ezen a hálózaton nem lehet olyan IP című eszköz, aminek egy az egyben ugyanez a címe, 10.0.11 az lehet, 0.1 is lehet, amit be is állítunk az alapértelmezett átjárónak. Tehát az átjárónak, ami azt jelenti, hogy melyik az az IP című eszköz, amihez kell küldeni, továbbítania a PC-nknek a csomagokat, hogyha nem az adott alhálózatban, nem a mi LAN-unkon szeretne kommunikálni. Ehhez, mint egy szobába az ajtó az átjáró, más hálózatokba, más szobákba való belépésnek az első lépcsőfoka. Ahhoz, hogy ezt elmentsük, szimplán elég bezárni az ablakot. A következő lépésünk meg, hogy a routeren állítsuk be ugyanezt, igazából csak mondjuk a legelső IP címet állítsuk be, ami a 0.1 lesz. Ehhez a szimulációs programba elég egyszer ráklikkelni, és a CLI, mint Command Line Interface parancsoros felületen tudunk konfigurálni routert. Itt szimulálja a valóságot, mintha oda mennénk egy laptoppal és konzolkábelen keresztül egy adott terminál emulációs programmal csatlakoznánk rá. Amikor megkérdezi tőlünk az első indításnál, hogy szeretnénk-e a kezdetleges beállításokon végigmenni kézenfogva, akkor azt mondjuk, hogy nem. Ennél mi most sokkal kevesebb beállítást fogunk véghez hajtani, úgyhogy ezt most nem kell.
A legelső dolog, ami fogad minket, az az eszköz neve és a felhasználói mód, amiben vagyunk. Ebből én, hogyha szeretnék egy privilegizált módba lépni, ami konyhai nyelven rendszergazdai módot jelent, akkor az iniből parancsot kell kiadnom. Aztán, ha szeretnék a beállításokba lépni, ami hivatalos megfogalmazásban globális konfigurációs mód, akkor a Configure Terminál parancsal tudom ezt megtenni, és látjuk szépen, hogy a router config módjában vagyunk. Ezt azért tettük meg, hogy például adjunk egy nevet az eszköznek, amit a host név parancsal tudunk megadni. Például legyen ő egy ilyen center router, és látszik is, hogy átírodott az eszköz neve. Ez nagyon fontos, a legtöbb szolgáltatás nem fog működni, vagy máskülönben érdemes, amikor távolról csatlakozunk egy ilyen hálózati eszközhöz, interneten keresztül, nem közelről egy konzolkábelen, akkor lássuk, valamilyen beszédes neve legyen, hogy melyik terembe, vagy melyik céghez tartozik, hanyadik emeleten, melyik slotba. Tehát lássuk, hogy mit állítunk, hogy tudjuk, hogy mit kapcsolunk le, mit szórakozunk, nehogy véletlenül más beállítás máshova kerüljön, amit nem szeretnénk. Jó, tehát mit szeretnénk beállítani? IP címet szeretnénk adni. Nem olyan egyszerű, mert a PC-nél sem magának a PC-nek adunk IP címet, és itt sem a routernek, hanem a hálózati kártyának. A hálózati kártya rendelkezik a többek között logikai címmel is, vagy címekkel, míg egy általános PC-nek egy darab hálózati kártyája van, addig egy szervernek rengeteg lehet, egy routernek is ahány interfésze van, annyi IP címet biztosan be tudunk állítani. Az interfész az meg a port, ahol csatlakoztattuk a kábelt, csak hálózati forgalom zajlik rajta. Egy kicsit, hogy jobban látszódjon, így elrendezem a képernyőt, és hogy állítjuk ezt be? Tehát látszik szépen, hogy a háttérben ez a Fast Ethernet 0x0-as interfész, ami egy címke, hogy így hívják, lehet 1x0, 0x2 gigabites is lehet, ami ugye 1000 megabit, sima Ethernet az 10, amiből csak annyi kell nekünk, hogy ez az interfész F0x0. Ezt beírva beléptünk a baloldali interfészbe, hogy bebiztosítsuk, hogy tényleg itt vagyunk, felkapcsoljuk. Bár itt nincs olyan parancs, hogy felkapcsolás. Ahhoz, hogy könnyű legyen megtanulni ezt a parancsort, az iOS-es parancsort, ahhoz kitaláltak egy olyan módszert, hogy minden parancsnak van egy negációja, egy ellentétje, egy tagadása, ami a no kulcsszóval valósítható meg. Viszont olyan parancs van, hogy lekapcsolás, de felkapcsolás nincs. Ha letagadjuk a lekapcsolást, azzal kapcsoljuk föl. Ez lehet, hogy elsőre egy kicsit furán hangzik, de ez a segítségünkre lesz, hogy ha például IP címet szeretnénk törölni, akkor nem kell hozzá egy másik parancsot megtanulnunk, hanem csak a no kulcsszót odarakjuk az elejére, vagy ha szeretnénk törölni az előbb állított eszköznevet, akkor csak annyit írunk, hogy no hostname, és ezzel visszaállítja a gyári eszköznévre. Ahogy felkapcsoltuk, láttuk, hogy jó helyen vagyunk, és állítsuk be IP címet, amiért itt vagyunk alapesetben. Ez is eléggé szájbarágos, hogy IP címet úgy állítunk be, hogy IP address, tehát angolul megadjuk ezt a parancsot. Ebben az esetben előre én már meghatároztam, hogy ez a címe legyen a 0.1-es végű IP cím, és a masknak nagyon fontos, hogy ugyanannak kell lennie, mint a PC-nek, mert egy hálózaton vannak. Felkapcsoltam, úgyhogy igazából semmi más dolgom nincsen. Én leszeretném ellenőrizni, hogy ez a zöld kapcsolat itt tényleg működik-e. Ez az egyik legjobb módszer a hálózatokban, hogy az eszközről, a parancsorból például indítunk egy ping programot, megpingelve, úgymond leellenőrizve a kapcsolatot és a válaszidőt, a túlsó IPv4-es címet megadom a ping után, és szépen jönnek a válaszok tőle, hogy kevesebb, mint egy vagy néha két millisekundum alatt oda és vissza megjárta a kis 32 bájtos csomagunk az utat, ami nagyon jó, nagyon jónak számít, tehát ebből tudjuk, hogy van kapcsolat, és gyors kapcsolatunk is van. A továbbiakban akkor egy kicsit bonyolodik a helyzet. Na most a routerről is lehetne pingelni, viszont nem kell, mert ugye fölösleges abból kiindulva, hogy a válaszüzenet az azt jelenti, hogy elment oda az üzenet, meg visszajött, akkor kaptunk egy választ, tehát meg lehet pingelni, csak nem szükséges ebből a szempontból. Legyen egy olyan beállításunk, vagy logikai topológiánk, hogy a jobb oldalon még egy szervert is kihelyezünk a topológiába, hogy legyen egy kicsit vizuálisabb az egész, mi értelme van hálózatokat kialakítani.
kössük össze ugyanúgy a routerrel, őt már keresztkötésű kábellel kötöm, mert nem szeretném switch-el elosztani. Ide akár több PC-t, több laptopot is tudnék a switch-hez kötni, ugyanazon a hálózaton vannak. Viszont ugyanúgy piros, tehát a routernek a jobb oldali interfészét is fel kell kapcsolni, ugyanezzel a szintaktikával, és én gyorsan ki is találom, hogy ez az IP cím mondjuk a 10-es alhálózatból a legelső lesz, tehát gyorsan ráklikkelve a CLI-re, beállítások menüből az interfész F1/0-ba lépve, kicsit rövidítve, IP cím 10.0.0.1, abban az esetben, hogyha a maszk 8-as/8-as, tehát így néz ki egyelőre későbbiekben, és felkapcsoljuk. Ez zöldé tette, ami nekünk már fél siker, és ezt a címet kapta, ami azt jelenti, hogy a szerveren beállított átjárónak ennek kell lennie, és a maszknak is azonosnak kell lennie. Ezt most találtam ki, azért késleltettem egy kicsit, akadtam meg. Tehát desktop, IP cím. Legyen ennek akkor ebben az esetben csupa 10-es a címe, a maszkja ugyanaz, ahogy látjuk, viszont az átjárója az, amit beállítottunk, 001-es IP címet. Ebben az esetben, mivel ő egyedül van a hálózaton, ő biztos, hogy másokkal szeretne kommunikálni, és amikor mással szeretne kommunikálni, akkor az átjáró felé küldi a csomagokat, ami tudja az útvonalat mások irányába, ezért hívják forgalom irányítónak, kap egy csomagot, és akkor eldönti, hogy melyik irányba továbbítja azt. Ezt bezárva el is mentődik. Megnézem leellenőrizve a PC-nek állítottam-e átjárót, állítottam, ami azt jelenti, hogy két különböző alhálózat fog tudni ennek a router segítségével kommunikálni. Ezen a szerveren vannak szolgáltatások, ugye a szerver az szolgáltatásokat nyújt, tehát nézzük meg a HTTP szolgáltatás bekapcsolása, ami alapjárat be van kapcsolva, az azt jelenti, hogy ez egy webszerver. Van egy index.html nevű fájl, ami ugye egy webszervernél megjelenik, ez egy HTML kód, amit szimplán átírva, egy picit beleírva, például azt mondjuk, hogy a body-ba, br-be azt mondjuk, hogy csinálunk egy nagy főcímet, hogy kiírjuk a üdvözlünk mindenkit hálózati próba órán, és lezárjuk egy /H1-es taggel. Ezt elmentve ennyivel bővítettem a Cisco által gyárilag megírt kódot, és elvileg egy ilyen remélhetőleg jó kódolással egy hasonló weboldalt fogunk meglátni. Ha ezt bezárjuk, nézzük meg, hogy sikerült-e. Tehát az alkalmazások között, a PC alkalmazásai között a webböngészőbe beírva a webszervernek az IP címét, tökéletesen jó kódolással, tehát én attól féltem, maximum az ű betű ilyen speciális karakter lesz, jó kódolással látjuk a általunk írt weboldalt. Na most előfordulhat, hogy mi nem szeretnénk megegyezni a weboldalaknak az IP címét, a webszervereknek az IPv4-es vagy 6-os vagy bármilyen IP címét, ezért helyette ugye neveket használunk, ami könnyebben megegyezhető. Ezt is nyugodtan megoldhatjuk DNS segítségével, amit ugyanúgy a szolgáltatásoknál a Domain Name Server szolgáltatást bekapcsolva létrehozunk egy nevet. Például a welcome.hu-nak a címe az a szerver címe, így ha valaki a welcome-ot beírja, welcome.hu-t, akkor erre a webszerverre irányít minket, mivel be van kapcsolva, van egy ilyen alias alrekord létrehozva, elvi szinten semmi probléma nem lehet, viszont önmagától a mi kis hálózatunk nem fogja tudni, hogy kihez kell fordulnia, hogy lefordítsa ezeket a neveket. Nem tudja, hogy melyik szerveren fut egy DNS szerver, ami tartalmaz ezt az összerendelést, hogy welcome.hu is 10-10-10-10. Ezért minden eszközön érdemes a DNS szervert, nyilván csak akkor érdemes, ha szeretnénk ezt elérni, beállítani. Tehát a PC-n is ráklikkelünk, ipconfig, DNS szerver 10-10-10, aminek az eredményeképpen, ha mindent jól csináltunk, welcome.hu weboldal megnyílik névvel, és ez lett volna a webszerver és a DNS szerver alapkonfigurációja, tehát pár perc nem olyan nehéz, de ezeknek a háttérművelete, az elmélete és egy kicsit komolyabb konfigurációját is megpróbálom ízelítőképpen megoldani.
Például csináljunk egy olyat, hogy egy wifi-t hozunk létre. Hálózati beállításoknál, hálózati eszközöknél baloldalt lent kiválasztjuk ezt az antennával ellátott routert, ami egy home router szerűség, ami azt jelenti, hogy otthon integrált router, van benne switch is, router, modem, tűzfal, tehát bele van integrálva minden, és ahhoz, hogy ezt beállítsuk, nyilván össze szeretném kötni a saját középső routerre, csak ez, hogy ezt nem fogjuk tudni, mert nincs szabad portunk. Packet Tracer erre is alkalmas, hogy van ez a kis routerünk, ami gyakorlatilag hivatalos nevén moduláris, ami azt jelenti, hogy lehet legózni bele plusz portokat, vagy fix kiépítésűt is lehet venni a valóságban, vagy itt is ki lehet használni, hogyha több routert látunk itt baloldalt lent, valamelyik fix kiépítésű. Ahhoz, hogy ezt mi meg tudjuk csinálni, sajnos áramtalanítani kell, tehát ahelyett, hogy áram alatt pakolunk bele új Ethernet portokat, le kell kapcsolni. Sajnos olyankor meg elveszne a beállított eszköznevünk, meg a két IP címünk, amit nem szeretnénk, ezért gyorsan előtte én elmentem parancsorba. Annyit kell mondani csak neki, hogy a jelenleg futó beállításokat az induló konfigurációba fogom menteni, gyári névvel, és azt mondja, hogy el is mentette. Így egész nyugodtan a fizikai fülön, ha látszik, a kettő darab RJ45-ös hálózati LAN, vagy UTP, vagy Ethernet kábelünknek a portjai nem elegendőek, ezért ezt kikapcsoljuk, zöld lenne még egy biztonság kedvéért kettő hálózati portot berakunk, visszakapcsoljuk, és ha a kábeleknél újra próbálkozunk az összeköttetésnél, akkor opcióként megjelenik nyilván. Az otthoni routernél figyelni kell nyilván, hogy az internet felé vezető út, az az internet vagy van kapcsolat, az Ethernet 1-től 4-ig az meg egy ilyen switch, tehát az interneten jövő üzeneteket az Ethernet megoszta, nem kell egy külön switchet, nem muszáj, hogyha elegendő 4 eszköz. Jó, szóval a Wi-Fi-re ráklikkelve, a Wi-Fi-s routerre, grafikus felhasználói felülettel rendelkezik, ami kicsit egyszerűbbnek hangzik, hogy beklikkelgetjük az IP címeket, nem kell parancsorban írni. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, kell neki is egy IP címet adni sajnos, de legalább grafikusan. Például a csupa 8-as IP címet megadjuk, ami 255.255.255.252, viszont ez itt jobb lenne, hogyha 9-es lenne, már hamarabb emlékeztetett rá a program, hogy ne hálózati azonosítót adjak meg mondjuk IP címnek. Átjáró meg a túloldal, tehát ennek az IP címnek az átjárója a túloldalt van, ami majd, most még nem, de majd 8.8.8.10 lesz. DNS meg mindenhol beállíthatjuk, hogy a 10-es szerver, amit itt létrehoztunk, az nem baj, ha több helyen megvan. Tehát a 8.8.8.10-et mondtam, hivatkozok rá, hogy ő lesz majd, ez az F6/0, ami még nincs beállítva, úgyhogy arra figyelni kell, hogy ezt mindenképp kapcsoljunk be. Lejjebb görgetve, meg elmentve a beállításokat, haladunk tovább. A hálózati beállítások kis szekcióban be tudjuk igazából a Wi-Fi-t állítani. Tehát beállítottuk, hogy kapjon IP címet kézzel, honnan kapjon, milyen maszkkal, stb. Viszont, hogy ő milyen hálózatot osszon meg, és ő neki mi legyen a címe. Az alapbeállítások most a példakedvéért teljesen jók. Azt mondhatjuk meg neki, hogy mondjuk a 150. címtől osztunk 10 címet, és itt a kis IP address range intervallum át fog váltani a mi kis beállításunkra, nyilván 150-től 159-ig van 10 darab különböző IP címünk. Ezzel lekorlátozunk, mondjuk 11. ember nem tud csatlakozni egy időben a Wi-Fi-re, nyilván ezt be tudnánk állítani 100-ra is, más maszkkal 1000-re és így tovább. A wireless fülnél itt fönt be tudjuk állítani az úgynevezett SSID-t, ami a Wi-Fi neve, ami ebben az esetben legyen az, hogy free Wi-Fi, nyilván nem lesz free, tehát jelszóval fogjuk ellátni, és rámegyünk a mentésre, és a jelszó, amiről beszéltem a wireless security-ben, mondjuk egy VPA 2 personál titkosítást használva, bármelyikkel működik, nyilván a legjobb megoldások a egyre fejlődő IT biztonság technikából megismert protokollok, amiket majd lehet nálunk tanulni, és a kulcs szó legyen mondjuk egy jelszó 1-2-3, amit senki nem találna ki, legörgetve mentés, és le kéne ellenőrizni, hogy ez a hálózat működik-e. Két dolog hiányzik, az interfész IP címe, mert most ő üres,
hogyha ráviszik a kurzort a rúterre, akkor látszik is, hogy az F6 per 0 az fel van kapcsolva, zöld, csak nincs IP címe. Mielőtt elfelejtenénk, ezt gyorsan tudjuk orvosolni. Céli, sima felhasználói módból, privilegizált mód, ez egy gyors parancs, ezen conf-t, ez is egy gyors parancs, a beállítások, majd hova is kell belépni az interfész F6 per 0-ba, ahol egy IP címet kell adni. Ha jól emlékszem, ez a 8.8.8.10 volt, egy per 32-es maszkal, ami decimálisan így néz ki. Enter. Mivel fel van kapcsolva, nem kell felkapcsolni. Nem tudom, hogy jól emlékszem, ezért gyorsan leellenőrzöm még egyszer. Jól emlékszem, ez a kettő beállítás tökéletes. Tehát van kommunikáció. Az utolsó dolog, hogy egy eszközt mondjunk, a Wi-Fi-re csatlakoztatunk, nekem szimpatikus a laptop, laptopot szeretnék. Nyilván nem kötjük össze kábellel, mert ez nem vezeték nélküli. Úgyhogy ráklikkelünk a laptopra, és szeretnénk használni az alkalmazások közül a Wi-Fi-nek a csatlakozására kitalált alkalmazást. Viszont ezt önmagában nem fogjuk tudni itt, mivel nem rendelkezik a laptop hálózati kártyával, olyan hálózati kártyával, ami Wi-Fi-re képes csatlakozni. Amúgy a megoldást írja is nekünk a hibaüzenet, amit a következőképpen kell megint csak megoldani. Kicsit rá zoomolok, hogy látszódjon oldalmetszete a kis laptopnak. Ebben a laptopban látszik, hogy egy LAN csatlakozójú hálózati kártya van, NIC vagy Network Interface Card, amit ki tudunk operálni belőle kikapcsolt állapotban, ide a baloldali sávba húzva, majd egy VPC 300N-re kicserélve, ilyen segít is nekünk, hogy antennás, tehát az valószínűleg az lesz a vezeték nélküli hálózati kártya, és visszakapcsoljuk a laptopot. Innentől kezdve hibaüzenet helyett megnyílik a program, a csatlakozás fülnél, ha mindent jól csináltunk, meg kéne, hogy jelenjen a Free Wi-Fi nevű nem Free Wi-Fi-nk, amit Connect fül alatt a nagyon biztonságos jelszó 1-2-3 jelszóval rá connecteltük, rá csatlakoztattuk. Szépen látszik is az ábrán a háttérben, és amit még nem csináltam, hogy megnézem az IP konfigurációját, magától átállított a DHCP-re, és jó beállításokkal, én azt mondom, hogy 150-től osszon címeket, és őt megkapta a 150-et, tehát a legelsőt. Jó maszkkal, átjáróval, DNS-sel. Mi az értelme ennek? Jön valaki egy Wi-Fi-re, vezeték nélkül automatikusan kap IP címet, amit a rendszergazda be tud határolni, hogy hogy működjön, hány darabot oszthat ki, és rengeteg egyéb dolgot. Úgyhogy nem kell, lehet, de nem kell kézzel beállítani se telefonon, se laptopon IP címeket, nem kell ismerni a hálózatot. És ellenőrizzük le, hogy a laptopon működik-e ugyanaz, ami a PC-n működött, hogy a 10-10-10-et megpingelve megnyílik szépen a weboldal, de ha esetleg a welcome.hu-t írjuk be, akkor most pont nem látszik, mert már meg volt nyitva, úgyhogy egy újat megnyitva, hát hogyha jobban hihető, hogy működik. Tehát egy, hát nem azt mondom, hogy teljesen egyszerű, de egy viszonylag alapkonfigurációt sikerült összehoznunk viszonylag gyorsan. Úgyhogy egy dolgot szeretnék még csak megmutatni, egy betekintést egy fokkal komolyabb dolgokba. Például mi van akkor, hogyha én szeretnék ugyanúgy DHCP-t, de nem Wi-Fi-n keresztül, hanem ennek a PC-nek lusta vagyok oda menni és kézzel beírni 3-4 sort, mondjuk egy gépnél talán még nem vészes, kettőnél se, de minden egyes gépterembe vagy egy irodaházba, mindenhol a rendszergazdának sorba menni és beállítgatni, papíron nézni, vagy valahogy, hogy ne ugyanazt a címet állítsa be, az megterhelő, ezért a DHCP-t fogjuk használni. Ebben az esetben azt mondjuk, hogy ez a laptop mindegy, mondjuk ez a LAN-hoz csatlakozik, de automatikusan fogja megkapni az IP címét, és fog tudni kommunikálni. Most az IP címnél vagy átállítjuk akár most DHCP-re, amit be fogunk állítani, vagy később is ráért volna, csak megmutatom, hogy ilyenkor nem fog működni, mivel oda fog érni nekünk, hogy DHCP sikertelen, és egy ilyen gyári IPv4-es linklokált címet fog az oprendszer magának generálni, amivel amúgy tudna LAN-on kommunikálni, de azért LAN-on, mert ahogy látjuk, csupa nulla a gateway, tehát nem tudja, hogy kell kimenni a hálózatba. Ezt fogjuk orvosolni. Következőképpen, tehát ez a hálózat a 192.168.0.0-as per 24-es hálózat, amiről beszélek, az ez itt. Ezért ezen a hálózaton szeretnék osztani. Jó, de ezen a hálózaton már az egyik gépnek megvan adva a 10-es, az egyik interfésznek meg megvan adva az 1-es végű IP cím, úgyhogy érdemes legalább az első 10 címet kizárni.
Tehát betekintésszerűen ez úgy néz ki, hogy a beállításokba kiexitelünk, egy kicsit mélyebb beállításokban voltunk, és annyit mondunk neki, hogy IP-DHCP, Excluded Address, ez már egy fokkal haladóbb, tehát ezt nyilván nem az első alkalommal fogom amúgy tanítani, meg más kollega se, viszont előbb-utóbb kötelező ide eljutni. Mit zárunk ki? Az első 10 címet. Először az 1-től kezdve a 10-ig. Így a legelső cím, amit kioszthat, az a 11. Ez így fog működni, úgyhogy nem muszáj többet kizárni. Aztán én szeretném, hogy amúgy a maradék, tehát 11-től kezdve egészen 254-ig osszon címeket, úgyhogy létre kell hozni egy úgynevezett medencét, nem, ez egy tartomány, egy olyan DHCP pool, aminek egy ilyen My First DHCP nevet is adhatunk. A lényeg, hogy ide kell belépnünk, hogy egy networköt beállítsunk. Ha networköt beállítunk, amivel elindítjuk igazából ezt a címkiosztást, akkor csak annyi probléma történik, hogy automatikusan elkezdi. Az már egy jó megszokás, hogy az első 10 címet kizártuk, ezért nem fogja kiosztani, viszont érdemesebb először a bekapcsolás helyett megadni mondjuk a DNS szervert, meg a router, tehát a gateway címet, így nem utólag fogja megkapni, hanem mikor bekapcsoljuk az egészet, legyen egy fokkal jobb megoldás, tehát alapértelmezett router, tehát a gateway, az legyen a jól megszokott 0.1, azért zártuk ki ezt a címet, hogy itt megadhassuk, majd a DNS szerver, meg a DNS szerverünk legyen, amit már beállítottunk. És most mondjuk meg neki, hogy a 0.0-as hálózaton, ami per 24-es prefixummal rendelkezik, enterrel el is indult ez a szolgáltatás. Ennyi beállítás kellett csak, hogy egy haladó szintű konfigurációt meg tudjunk oldani. Egy kezen meg lehet számolni, hány parancs ismerete szükséges ehhez. Bezárjuk, ellenőrizzük le. Tehát PC IP konfiguráció, azt mondjuk, hogy DHCP-t kérünk, és összetett kézzel nem kell túl sokat imádkozni, mert sikerült, tehát 0.11-et megkapta, per 24-es maszkot, átjáró DNS, mindent, ami miatt például a laptopról meg tudjuk pingelni ezt a PC-t, akár, de a PC-ről a webszervert is, tehát még egyszer. Ping 192.168.0.11, és egy kis idő után azt veszük észre, hogy működni fog. Viszont eldobott egy csomagot, nehogy Isten kettőt, request timeout-ot kaptunk, ami azért lehetséges, mert a fizikai címeket még nem ismerte föl. A fizikai címek nagyon egyszerű MAC címek, úgy is hívhatjuk, vagy Burned In Address BIA címek. Minden hálózati kártya rendelkezik ilyen Burned In Address-szel. Most már lehet ezeket maszkolni, meg beállítani, viszont a lokális kommunikáció nem logikai címekkel működik kizárólag, hanem fizikai címekkel is. Ezért szokták hívni valahol a switcheket layer 2-es vagy második rétegbeli eszközöknek, míg a routerek harmadik rétegbeliek, a második réteg az OSI modell második rétegére hivatott referálni, mint például adatkapcsolati réteg, ami tipikusan a fizikai címekkel foglalkozik többnyire. A harmadik réteg meg a hálózati, ami az IPv4-es logikai címekkel is foglalkozik. Tehát, hogyha csinálunk egy szimulációs módot, most real-time-ban vagyunk, jobb alsó sarokban látszik, azt meg tudunk oldani, mert minden el van mentve, elvileg, ezen a routeren azért biztonság kedvéért még egyszer kiadom a mentés parancsot, és azt szeretném megmutatni, hogy mi van akkor, hogyha újraindítok minden eszközt. Nyomok egy ilyen power cycle-t, minden, ami nem lett elmentve nyilván, az most elveszne, ezért mentettem, lekapcsolt minden, egy kis rásegítés az idő előreléptetése után, ugyanott vagyunk, mintha rebootoltuk volna az összes eszközünket. Ezt azért mutattam meg, mert alapesetben mondjuk ennek a PC-nek, ahogy látjuk, megkapta a 0.11-es per 24-es maszkot, ezt a PC-t meg kézzel állítottuk be a 0.10-est. Ez a kettő fog tudni kommunikálni, de nem rögtön. Átmegyünk szimulációs módba, ahol nekünk most csak elég látni az ARP meg ICMP üzeneteket, és azt mondjuk, hogy a DHCP-ről beállított eszközről megpingeljük az alatta lévő PC-nket, ami ping 192.168.0.10. Ilyenkor elindul egy ORP üzenet,
ami a címfeloldásért felelős, tehát rögtön nem oda fog menni, nem tudja, hogy hol találja ezt az eszközt direkt, ezért indítottam újra, hogy elfelejtse mindenki, hogy hol vannak. Ezért küld több ping üzenetet, ezért veszhet el. Majd elküldi mindenkinek ezt a felfedező kérdést, hogy merre található a 192.168.0.10. Ez a csomag nem dobódik el, tehát ő az, akinek ez az IP címe van, és ő válaszüzenetként elküldi a feladó megcímének, hogy ez a megcímem, ezre az IP címre. Így a PC egy úgynevezett ORP listájába elmenti, ami a cache memóriába tárolódik, elmenti az IP címhez tartozó megcímet. Erre azért van szüksége, mert amikor azt mondjuk, hogy melyik IP-t szeretném elérni, ő nagyon boldog, de az odavezető utat nem biztos, hogy tudja, sőt egyáltalán. És ilyenkor az ORP üzenet után indul el az első ping üzenetünk, tehát itt a háttérben még mindig várakozás történik, elindul és el is jut a céleszközünkhöz az első csomagunk. Viszont ahonnan pingelünk, még mindig nem látunk semmit, ezért mondtam, hogy fölösleges visszapingelni a túloldalról is, mivel a válaszüzenet azt jelenti, hogy megérkezik és vissza is küld az üzenetet, az első pipa azt jelenti, hogy megvan a reply. És nyilvánvalóan ezt még eljátsza háromszor, és második, és ezt nem fogjuk megválni, real-time-mal kicsit felgyorsítjuk, és látjuk, hogy minden sikerült. Ennyi lett volna a megkóstoló hálózati intro a Blátiban. Hogyha tetszett, és szeretnétek még többet és jobban tanulni, akkor várunk szeretettel titeket. Székely Szilárd voltam, és sziasztok!